Tehát két nap múlva jön a bemutató, és nem csak 19-én láthatja majd a közönség a Kárment, hanem 20-án és 21-én is, méghozzá az Operett Színházban egy rendkívüli bemutató következik. Itt van már az egyik címszereplő, szereplő, Nádasi Veronika színművész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt. Valamint az Operett Színház főigazgatója, Kisbi Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm Önt és a kedves nézőket! Nyilvánvalóan minden egyes alkalommal, amikor az ember színpadra lép az egy különleges esemény, de amikor van egy bemutató, ráadásul egy ilyen produkciónak jön a bemutatója, azt gondolom még egy színművésznél is azért különös helyet foglal el a polcon. Milyen helyen van ez? Benne úgy, hogy tulajdonképpen nekem ez az első címszerepem, ez egy fantasztikus főszerep, eddig életem legnagyobb szerepe, úgyhogy külön izgalommal tölt el, már csak a nagysága miatt is. Egyrészt, másrészt egyszerűen olyan fantasztikus dalok vannak benne, és olyan, tényleg egy olyan lehetőséget kínál egy színésznő számára, amiért, amiért bárki minden pillanatban hálás lehet. És hát ugye olyan szerencsés helyzetben voltunk, hogy maga a szerző is meglátogatott bennünket, engem például hallott ugye énekelni, Úgyhogy én azt éreztem, hogy én megkaptam a magam kis Whitehorn díját, mert annyira, annyira szép dolgokat mondott nekem, és ezzel egy álom vált valóra, hiszen én nagyon nagy rajongója vagyok az ő helyeinek és az ő, ő zenei munkásságának, úgyhogy nekem már egy kis díjam született ezzel kapcsolatban, de hát az igazi megmérettetés az tulajdonképpen most jön, hiszen már nagyon várjuk, hogy a közönség is találkozzon ezzel a darabbal. Úgyhogy ezek a napok, ezek most nagyon-nagyon sok feszültséggel, pozitív várakozással vannak tele. Igen, ugye, ahogyan elhangzott Frank Whitehorn, itt is járt, küldött már korábban videóüzenetet is. Ilyenkor munkár egyfajta drukkakár, izgalom a főigazgatóban is egy ilyen bemutató előtt, illetve ez milyen fokú? Hát hogy ne, hiszen életre keltünk valamit, létrehozunk valamit, és ennek az, az, ember ott, ott bábáskodik a bölcsőjénél, magyarországi ősbemutatóról beszélünk, és hát egy igazi, igazi összművészeti produktum születik, veszőparipám, hogy a zenés színjátszás maga az összművészet, és, és, ez most annyira az, hogy, hogy a, a zenés színház összes művészeti alkotó eleméhez még csatlakozik a cirkuszi artista jelenlét is, tehát a cirkuszművészet is benne lesz, igazi szerekkel lesznek jelen a cirkuszművészek, és uh, Homonai Zsolt szerep, uh, 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 Homonna Zsolt a rendezője a, a produkciónak személyében egy, egy igen kreatív uh, összművész hoz létre valamit és a, a kiváló tímmel, akikkel egy, együtt létrehozzuk a produkciót, tehát nagyon-nagyon nagy -nagyon a, a, a pozitív izgalom valóban. Hogyan teltek a próbák? Mennyi ideig tartott a felkészülés egy ilyen produkcióra? Tulajdonképpen már három hónapja elkezdtük a próbákat, ugye nagyon sokáig a házi színpadon próbáltunk. Én azt gondolom, hogy nagyon jól álltunk a házi színpadon, tehát mindent, amit abban a térben meg lehetett csinálni, hogy a, az ember a a mozgatórugókat, a drámai helyzeteket már értette, felépítettük, az megtörtént a házi színpadon, és hát az igazi nagy feladat az ugye akkor volt, amikor felkerültünk a színpadra, hiszen ahogy Attila is említette, ugye a cirkusz is bekapcsolódik ebbe a világba, és hát nagyon sok technikai dolog van tulajdonképpen veszélyes mutatványok a darabban, amivel mi is ugye a színpadon ö, szembesültünk. Úgyhogy ez egy külön lépése ennek a próba folyamatnak, amikor egyszer csak technikailag nekünk is be kellett illeszkedni abba, hogy ott bizony cirkuszi produkciókban kell részt vennünk, és tudni kell úgy segíteni a, a cirkuszból érkező fantasztikus művészeket, hogy mi se zavarjuk őket, közben a mi koreográfiánk is, jelenlétünk is létrejöjjön. Úgyhogy hát ennek a technikai része ez, ez, nagyon, nagyon izgalmas, és nagyon nagy figyelmet igényel egyébként mindenkitől. Szóval tényleg most egy olyan óriási gépezet működik ebben a, ebben a a háttérben, és hogy tényleg el kell mondanom, hogy beszélünk mindig arról, hogy milyen fontosak nyilván a szereplők és az alkotók, de most itt szerintem hatványozottan igaz, hogy egy hihetetlen nagy csapat közös munkája az hogy ez a, ez a, darab, ez, ez működni tud, mert most tényleg a háttérben is, a, a szcenikában, a világításban, de az ügyelők, tehát mindenki hihetetlen komoly munkát végez, hogy, hogy a nézők egy olyan látványt kapjanak, hogy minden olyan természetesnek tűnjön. Akkor ez volumenében is egyel magasabb polcon van akár ez a produkció, ahogyan ugye ön is fogalmazott, hogy hogy hisz abban, hogy, hogy minden legyen ott jelen gyakorlatilag a színpadon egy produkcióban, tehát ez egyfajta szintlépés is, vagy valamilyen különleges adalék az Operett Színház részéről is? Azt merem mondani, hogy igen. Whitehorn idézem, azt mondta, hogy szerencsések a nézőitek, mert viszonylag kevés pénzért egy hatalmas csemege fognak kapni az Operett Színházban. Tényleg egy patinás színházban egy nagyon modern produkciót fognak látni a nézők, erőször kerül ö, ö, be avatásra egy 100 egy négyzetméteres panoráma lett fal, amely a teljes színpadnyílást ívesen, eh, 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 hogy mondjam, eh, körülöleli, ez egy óriási dimenzió lépés, mert ilyet még, még az operációházban nem látott senki, egy óriási térhatás. Különböző technikákat alkalmazunk ezzel együtt, Sófai Péter a színházunk műszaki igazgatója, a látványtervezője és a, a különleges vizuális effektusoknak a tervezője, és együttműködésben a diszlett tervezővel, a jelmeztervezővel egy egészen fantasztikus látványvilágot is varázsoltak, varázsolunk a nézők elé. Túl a zenei nagy csemegén, mert, mert tényleg Whitehorn idéz Leon Cavallo bajadzók operájától kezdve a Carmen operáig, a Bizet Kármenéig idéz, zenei idézetekkel tüzdeltet a az alkotást, és színházunk karmestere Tassonyi Zsolt, ő pedig a mi zenekarunk nagyságához, létszámbeli nagyságához gazdagította a hangszerelést, mert mint köztudott, a musical színházakban sokkal kisebb zenekarokkal szokás előadni a produkciót, úgyhogy tényleg egy, egy nagy csemegekosár az, amit, amit kínálunk a nézőknek. Nagyjából fél percünk van, van-e olyan pillanat, amit különösen vársz? Igen, azt kell mondanom, hogy a zeneszerző csodálatos tulajdonságához hozzátartozik, hogy a tüzes számok mellett írt két fantasztikus lírai szólót Kármennek, és az az igazság, hogy számomra is, és nagyban reménykedem, hogy az előadás csúcspontja az egyik ilyen lírai szóla a második felvonásban, amikor egy tábortűz mellett egyszer csak Kármen a lelkéről kezd el énekelni, és én azt hiszem, hogy nagyon várom, mindig nagyon várom ezt a pillanatot, amikor ez így megtörténhet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, itt voltatok, és nagyon sok sikert kívánok ehhez. Köszönöm. És köszönjük szépen a lehetőséget, és várjuk a nézőket sok szeretettel.